Nagyon különleges fotókiállítás nyílik most itt, az év természet fotósa kiállítás. Hogyan került Nyíregyházára ez a sorozat? Ugye már harmadik éve van itt ez a kiállítás sorozat, ami igazából 25. alkalommal kerül Magyarországon megrendezésre. A Természettudományi Múzeumból indul minden évben, és ugye van egy pályázat, ami a magyar fotósokat, természetfotósokat ösztönzi arra, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világban is a természet szépségét hozzák el ide az emberekhez. Hogyha valaki megnézi ezeket a fotókat, lát olyan pillanatokat benne, hogy biztos, hogy nem csak kimegyek és elsütöm a fotógépem alapon történt, hanem valószínűleg, hogy nagyon hosszú ideig kellett várni arra az egy fotóra, amelyet úgy gondolt a művész, hogy az visszaadja azt a szépséget, amelyet a természet valójában produkál. Az, hogy itt van, az azért fontos, mert hogy változik a világ és változik az időjárásunk is, el fog tűnni természetszerűleg ennek a szépségnek egy része, mert nem erre a hőmérsékletre van kalibrálva. Amíg megtehetjük, addig fotózzuk, addig nézzük meg, mert tényleg gyönyörű az, amit az ember akár a szemével is lát, de ezek a részletpillanatok, amelyek ki vannak fotózva, ezeket biztos, hogy a szemünk nem képes látni, ezt csak fotón lehet megörökíteni. Amellett, hogy ugye gyönyörködtetnek ezek a fotók, és nézik a fiatalok, van valamilyen más célja is, gondolok itt mondjuk valamilyen nevelési célzatra? Hát ennek önmagában a szépségnek van nevelési célzata, mert a szép érzéket azt gondolom, hogy fejleszti. Fejleszti a belső emocionális készséget, az elfogadást is azzal, hogy az ember olyanokat néz meg, mondjuk itt a természetfotóban, amelyeket alföldi gyerekként mondjuk nem igazán lát, mert vannak itt magas hegyek, tengerek, olyan állatok, amelyek itt nem őshonosak nálunk. De hogyha csak Magyarországon maradunk, mert nagyon sok fotó van azért kicsi hazánkból is, azért azt lehet látni, hogy milyen szép az országunk. És ez azt gondolom, hogy ha az ember látja a saját országának a szépségét, az iránta való tisztelet, kötődés és odaadás azért az fejlődik. Ráadásul most, hogy itt fiatalok vannak körülöttünk, bennük meg fontos is, hogy mire felnőttek lesznek, ez alaposan ki is alakuljon. Hány fotó látható itt a kiállításon, és meddig látható ez a kiállítás? Itt most 52 fotó van, és több mint egy hónapig lehet majd megnézni ezt a kiállítást. Remélem, minél többen jönnek. Ugye az elmúlt években évente 8000 látogató nézte meg a természetfotó kiállítást itt Nyíregyházán. Tehát van ennek keletje, én azt gondolom, mert az ember erre nem képes, erre nem mindenki képes, ezt el kell jönni és meg kell nézni, és csodálkozni kell azon a szépségen, amit 52 képben le van fotózva. Szerinted mennyire inspirálja a fiatalokat mondjuk fotózásra vagy természetjárásra egy ilyen kiállítás? Hát akiben van hajlam erre, azt szerintem nagyban tudja, mert azért látja a profikat, hogy mire képesek. Mire képes a mai technika, mire képes a szem, a látásmód. Tehát az, hogy valaki abban a pillanatban vagy ebben a környezetben kiragadja a szépséget, hogy ismeri az állatoknak, a növényeknek a periódusait, tehát azért kell egy jó nagy adag előképzettség, azért a természetet ismerni kell ahhoz, hogy valaki jó fotós legyen. Nyilván lehet, és egy kicsit az emberek kiemelik a fejüket a telefonból, a tévé elől, vagy a laptopokból, és szétnéznek azért Magyarországon, akkor hasonló szépségeket is elfedezhetnek.